Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Iker Lang szerelmi jóslás. Ez a felvétel egy személyes jóslás Schiller számára. Kedves Schiller, üdvözöllek téged. Te beleszerettél egy hölgybe, és nem tudod, hogyan tovább. Jó lenne egy baráti kapcsolat, de minden olyan bizonytalan. Először is megtekintjük a te jelenlegi helyzetedet. Balról indítanék. Az első képen láthatunk egy fiatal fiút, kezében van két érem. És megpróbálja ezt kiegyensúlyozni. Azok lehetnek gondolatok is, mint például tegyem, ne tegyem, jelentkezzek nála, igen vagy sem. Ezek az érmék utalhatnak az anyagi dolgokra is, kiadásokra, bevételekre és a munkahelyi viszonyra. Azon kívül utalnak az értékekre, a belső értékekre is. A párkapcsolatban fontos, hogy meglegyen ez az egyensúly. Nem csak adni, hanem valamit átvenni is kellene. Ez a kép mutatja azt is, hogy fontos a belső egyensúly, fontos, hogy mérlegeld a dolgokat. A következő kép ott középen szintén az anyagiakra utal, mert az érmékről van szó. De nem csak pénzügyi helyzetre vagy a munkahelyre, hanem értékekre is, az jelenthet belső értéket. A te saját értékeidet, vagy az ő értékeid, mennyire értékes számodra ez a párkapcsolat. A négyes szám az mutatja a biztonság érzetét. De mint látod itt ezen a képen, ez a hölgy kezébe veszi az érméket, és megpróbálja minden erővel megtartani. Nem is lelkes, szerintem ez a hölgy nem is boldog. Ez lehet a te tartásod is, hogy minden erővel megpróbálod őt megtartani, mint a tulajdonodat. De ne ez legyen a tartásod, mert akkor ő visszahúzódik, hanem a harmadik kép mutatja azt, mi lenne helyes, melyik döntés. Tekints egy új irányba, és mutass hátat neki. Tégy úgy, mintha téged ez nem is érdekelne. Lehet, hogy itt félelmek lesznek, hogy akkor ő megsértődik, vagy visszahúzódik, bizonytalan lesz. Tedd át magadat ezeken a félelmeken. Várj arra, hogy ő jelentkezzen nálad. Megéri. Az lehet, hogy nem decemberben lesz, hanem jövő év elején, de az a fontos, hogy ne úgy érezze ez a hölgy magát, mintha te őt a birtokába szeretnéd venni, hanem mutasd kifele azt, hogy te éled az életed, te tekintesz egy irányba, ami téged lelkesít. Az nem egy másik hölgy kell, hogy legyen, az lehet a munka, vagy egy hobbi, és mutasd azt, hogy te kiegyensúlyozott vagy, és bátor, élvezed az életed, és vannak lehetőségeid. Most megtekintjük az ő jelenlegi helyzetét. Itt ezen a három kártyán látható az, hogy mi az ő jelenlegi helyzete, én jobbról indítanék, és ott látod, hogy minden úgy a feje tetejére állt. Az azt jelenti, amióta ő téged ismer, így megváltozott nála minden a feje tetejére állt. Nem tudja, hogy közeledjen hozzád, fél a jövőtől,
nem tudja áttenni magát a félelmein, és úgy érzi, hogy elveszíti a talajt a lába alatt. A megoldás az lenne, hogy ezt a képet meg kellene fordítani, valamit másképp látni. A középső kép azt jelenti, hogy ő tanul valamit. Vagy azt is jelentheti, hogy ő figyel téged. Az érmék azok nem csak az anyagiakra utalnak, vagy az értékekre, hanem a munkahelyre is figyeli, hogy te min dolgozol. A harmadik kép az a főpapnő kártyája, itt spirituális dolgokról van szó, és egy sors döntő fordulatról. Ebben bízik, hogy a sors az majd elrendez mindent. Ez a fő papnő őrzi ezt a titkos könyvet, ahol a mi sorsunk le van írva. És ha ő így látja a dolgokat, akkor hisz abban, hogy köztetek van egy ilyen kármikus, vagy ilyen sors, egy ilyen lelki kapcsolat. Ő hisz abban, hogy lesz egy isteni segítség, és pontosan ebben bízik. Az lehet, hogy most számára az anyagiak, meg a munkahely a fontos téma, hogy félelmei vannak, hogy elveszíti a munkáját, vagy lesz egy pénzveszteség, de megvan a hite. Most megtekintjük azt nálad, hogy mi történik a következő 3 hónapban, és miről gondolkodj el, mit tervez. A bal oldalon láthatunk egy hölgyet, és itt vannak korlátozások. Ez a hölgy nem is azt nézi, hogy mi van körülötte, hanem befele tekint. Az lehet az ő helyzete, de lehet a te tartásod is. Fontos ez a belső nyugalom és a hit, hogy lesz újra kapcsolat köztetek. Erre utal ez a kártya, mert itt megjelennek a kardok, és azok szimbolizálják a levegő elemét. Ez a könnyűség azt is jelenti, mennyire fontos a félelmeken áttenni magunkat. A levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is. Ez itt a te kártyád, mutatja a december hónapot. Légy visszahúzódó, ne írj neki. Az előfordulhat, hogy ő vár arra, hogy te jelentkezz nála, de légy visszahúzódó, mert ha írsz neki, akkor te erősíted őt. Maradj a saját erődben. Légy türelmes, erre utal a középső kártya. Az érmék, azok a föld elemét jellemzik, és az jelenti a türelmet, és türelem rózsát terem, így rendeződik köztetek minden. Nem hiszem, hogy ez december hónapban lesz. Ne légy szomorú, inkább légy türelmes, mert januárban rendeződnek a dolgok. Nem csak a párkapcsolat területén, hanem ami az anyagiakat illeti, ami a munkádat illeti. Rendeződnek a dolgok. A harmadik képen látunk egy kardot. Ez a tiéd, vedd ezt a kezedbe. Hozz döntéseket, komoly döntéseket. Ez a kard utal a levegő elemére, és a levegő eleménél a könnyűségről van szó, és a kommunikációról. Én úgy gondolom, hogy ő hamarabb jelentkezik nálad, de ha nem így lenne, akkor várj február hónapig, amikor írhatsz neki. Hagyd
őt most egyedül. Ez a kard jelent még valamit. Elvágni a félelmeket. Ez egy olyan felszabadulás. Most megtekintjük azt, hogy mi történik nála a következő 3 hónapban, vagy mi az, ami őt gondolatban foglalkoztat, mik az ő tervei. Én most jobbról indítanék. Itt ennél a szélső kártyánál láthatóak a kelyhek. A kelyhek azok érzelmekre utalnak. Itt a 7-es szám az a hold energiájára utal. Ezek a remények, az álmok, ő álmodozik rólad, de ezt nem közli veled. Ha te jelentkezel nála december hónapban, akkor ő biztos a dolgában. Hagyd egyedül. Inkább maradj te is egyedül karácsonykor vagy szilveszterkor, de ne kérd azt, hogy veled töltse az ünnepeket. Hagyd őt. Az ahhoz vezet, hogy még többet gondol rád, és elmélyülnek ezek az érzések. A következő képen látható egy kerék, az a sors kereke. Itt lesz egy új irány kettőtök között, egy sorsdöntő változás, és ő hoz sorsdöntő döntéseket, és téged fog választani. Persze ez a kerék azt is jelentheti, ez a sors kerék, hogy ő bízik abban, hogy változások lesznek az életében, vagy te hozol döntéseket. Lesz itt egy sors döntő változás, és az január hónapban. A 3. kártya mutatja február hónapot, itt van könnyűség, egy kisugárzás, lehet egy utazás is ennél a kártyánál. Most megnézzük a te titkaidat, azt, amit még nem látsz, vagy ami a későbbiekben fog bekövetkezni. Az első képen láthatjuk a gyermekeket. Ezek lehetnek gyermekkori emlékek, de a gyermekek szimbolizálnak egy új kezdetet. Itt a kelyheknél érzelmekről van szó. Lesz köztetek egy új kezdet. A 6-os szám az a múltra utal, nem csak a gyermekkorra, hanem az, amit te vele átéltél, az jelenthet egy kármikus kapcsolatot is, hogy ti ismeritek egymást a korábbi életből, és van egy lelki kapcsolat, egy ikerláng szerelem kettőtök között. A következő képen látunk egy uralkodót. Te vagy ez az uralkodó. Uralkodja helyzeten, uralkodja gondolatait felett, uralkodj az érzelmeit felett, és a 3. képen látható egy boldog párkapcsolat, az, ami a kettőtök jövőjét itt mutatja. Most megtekintjük az ő titkait, az, amit ő még nem lát, mert nem akarja megnézni, félelmei vannak, vagy a jövőt, ami még nem látható, az ő titkai. Itt ennél a szélső kártyánál látható az eremit. Ez a férfi visszahúzódó, természetesen jelentheti az ő tartását is, és várakozik arra, hogy te légy nyitott vele szemben. De én inkább úgy gondolom, hogy kell most ez a tartás, hogy te légy ez az eremit, te légy ez a visszahúzódó férfi.
A következő kártyánál láthatjuk ezt a kiegyensúlyozottságot. Az egyik korsóban van az arany, az a napra utal. A másik korsóban az ezüst, az pedig a holdra. A szimbolizálja a férfias és a nőies energiát. Ahhoz, hogy kettőtök között meglegyen ez a ahhoz, hogy kettőtök között meglegyen ez az egyensúly, ez a belső harmónia, mert ez az alap, erre az alapra tudtok építeni, légy a jelen pillanatban, vagy a következő hetekben inkább visszahúzódó. Én említettem, hogy az jobb lenne a jövőt illetően, ha te nem jelentkezel nála. Te közeledik karácsony, közeledik új év, és én úgy gondolom, az fontos lenne, hogy ilyen alkalommal írj neki, de röviden. És ne kérdezd azt, hogy találkozni akar-e veled, vagy sem. Én inkább így fogalmaznék, kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet. Szeretettel, és akkor aláírod. És gondolj arra, ne túl sokat, ne túl keveset. Pontosan erre utal ez a középső kártya itt alul. A harmadik kártyán látható ez a vidámság. Az lehet egy ünnepség is, de szimbolizálja ezt a felszabadító érzést. Erre utalnak a fehér galambok is. Ami még fontos ennél a kártyánál, az a négyes szám, az utal a biztonság érzetére. Ezek az alapok, erre a négyesre tudsz alapozni. És most megtekintjük azt, hogy mi köt össze benneteket. Itt láthatod a kelyheket. A kelyhek tükrözik a víz elemét és azaz érzelmekre utal. Vannak érzelmek kettőtök között. Ez nem egy oldalú. Ő is szeret téged. De a kilences szám azt jelenti, hogy itt vannak korlátozások, félelmek. Ezen át kell tenni magatokat, hogy kialakuljon köztetek egy harmonikus, szép párkapcsolat. És a következő kártyánál megtekintjük az ő üzenetét, a lelki üzenetet. Higgy az álmaidban, légy álmodozó, mert ez az álom megvalósul. Ez csodálatos lesz. Kedves Schiller, így tudtam ezt a jóslást elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál. Kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!